Sziasztok! A mai videóban néhány nagyon izgalmas bőr- és hajápoló termékről lesz szó, amiknek az a különlegessége, hogy én állítottam össze őket. Hogyha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem! Még mielőtt bárki is azt hinni, hogy saját kozmetikai márkát alapítottam, vagy valami hasonló, meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, hogy nincsen szó erről, hanem a Mix Nature nevű cég keresett meg, hogy lenne kedvem kipróbálni az ő szolgáltatásaikat, ugyanis az ő weboldalukon te magad állíthatsz össze hajápoló, illetve bőrápoló termékeket, vagyis a saját bőrtípusodnak megfelelően összeválogathatod, hogy mondjuk egy arckrémbe milyen összetevők kerüljenek bele. Először egy kicsit szkeptikus voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, hiszen nem vagyok bőrgyógyász, nem vagyok kozmetikus, viszont azért ismerem már a bőrömet, az évek alatt kitapasztaltam, hogy mi az, amit szeret a bőröm, mi az, amit nem szeret, mi az, ami jó neki. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy kipróbálom, mert miért is ne, ez egy tök izgalmas dolog, hogy én találhatom ki, hogy mi kerüljön bele az arckrémembe. És azt kell, hogy mondjam, hogy több szempontból is kellemes csalódás volt ez az egész dolog, mind maga a rendelési folyamat, illetve a termékek is. Az első kellemes csalódás az akkor ért, amikor felmentem a Mix Nature weboldalára, és láttam, hogy magyar nyelvűre is át lehet állítani a honlapot, és ez azért elég nagy könnyebbség, mert hogy elég sok összetevő közül lehet választani, és hát azért persze tudok angolul, de azért így ennyire nem ismerem a különböző gyógynövényeknek, meg összetevőknek az angol nevét, meg a funkcióit, úgyhogy ez mindenképpen hasznos. Maga az egész folyamat egyébként úgy néz ki, hogy regisztrálsz az oldalon, létrehozol egy accountot, utána belépsz, és ezután kiválaszthatod, hogy milyen terméket szeretnél készíteni. Három kategória közül választhatsz, vannak arcápolók, testápolók, illetve hajápolók, és ezen a három kategórián belül is vannak még egyéb alkategóriák. Hogyha kiválasztottad, hogy milyen típusú terméket szeretnél készíteni, akkor utána, mondjuk ha egy arckrémről van szó, először a termék típusát kell kiválasztanod, vagyis azt, hogy milyen típusú bőrre szeretnéd kérni a terméket, vagyis hogy mi legyen az alapja mondjuk az arckrémnek. Lehet választani normális vegyes bőrre való, olajos bőrre való, száraz bőrre való, illetve idős bőrre való krémet. És akkor, hogyha ezt kiválasztottad, akkor utána adhatod hozzá az egyes összetevőket, amiket te szeretnél beletenni a krémedbe. Minimum 1, maximum 6 összetevőt tudsz hozzáadni, és különböző kategóriákban vannak sorolva az összetevők, tehát vannak hidratáló és tápláló összetevők, aztán tisztító és tonizáló összetevők, fiatalító összetevők, feszesítő, irritáció elleni. Bármelyik összetevőre, hogyha rákattintasz, akkor ott láthatod, hogy ez az adott összetevő milyen célt szolgál, tehát nem csak így random belerakosgatsz valamit, hanem meg tudod nézni, hogy az, amit te szeretnél beletenni, az valójában mire való. Nyilván ugye minél több összetevőt teszel hozzá, annál drágább lesz az arckrém. És hogyha elégedett vagy az elkészített termékkel, akkor ugye bepakolod a kosaradba, fizetsz, és akkor ezután fogják kiszállítani, ami egyébként hihetetlen gyorsan megy, ez volt a másik nagyon kellemes meglepetés, mert hogy én péntek vagy szombat este adtam fel a rendelésemet, és konkrétan, hogyha jól emlékszem, kedd délelőtt már itt voltak a krémek, és én nem akartam elhinni, hogy ennyire gyorsan ment az egész. A termékek egy ilyen csodálatos, színes, kemény dobozban érkeztek, ami névre szóló, itt láthatjátok rajta a nevemet, belül kék selyempapír van, szóval nagyon jól nézett ki az egész. És egyébként maguknak a krémeknek a csomagolása is nagyon tetszik, igazából ilyen egyszerű műanyag tégely, de nagyon tetszik ez a színes minta rajta, szerintem nagyon vidám. Én három terméket állítottam össze, az egyik az egy arckrém, a másik az egy arcradír, a harmadik az pedig egy hajmaszk. Mindjárt elmondom, hogy mi van ezekben a termékekben, amiket én összeállítottam, illetve hogy mi a véleményem róluk, mert hogy most már azért jó ideje tesztelgetem őket, de azt azért általánosságban el kell mondanom a Mix Nature termékekről, hogy ezek ugye természetes alapanyagúak, kézzel készítettek, személyre szabottak, frissen készítik őket, állatkísérletmentesek, vegánok, kedvező az áruk és gyorsan kiszállítják őket, és mindemellett nem tartalmaznak színezéket, ásványolajakat, mesterséges aromákat, szilikont, parabént, meg még egy csomó minden más sem, szóval abszolút természetes termékekről van szó, de akkor nézzük, hogy én pontosan miket is csináltam. Muszáj vagyok puskázni a telefonomról, mert hogy már nem emlékszem, hogy pontosan milyen összetevőket tettem bele az egyes termékekbe. Az első az egy arckrém, ami normális vegyes bőrre való. Nekem ugye nyáron szokott inkább zsírosabb lenni a bőröm, télen is picit még
még a T-zónában így zsíros, de már annyira nem jellemző, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen normális vegyesbőrre való krém az teljesen jó lesz, és ebbe tettem sejem proteint, aloe vera gélt, hialuronsavat, pentavitint, illetve jázmin illóolajat. Ez egy nagyon kis, könnyed állagú, már-már ilyen kicsit mintha zselés textúrájú krém lenne, és kicsit meg is ijedtem, hogy talán nem fog eléggé hidratálni. Nagyon könnyen eloszlik és nagyon gyorsan beszívódik, de mégis érzem, hogy megfelelően hidratálja az ilyenkor picit azért már szárazabb bőrömet is. Kellemes illata van, egyáltalán nem tolakodó, tényleg egy ilyen természetes illat, és nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy mire is hasonlít az illata, és aztán hosszas gondolkodás után rájöttem, hogy az ibolya illatára hasonlít egy picit, de nekem tetszik egyébként az illata, de nem érezni sokáig, tehát egyáltalán nem egy ilyen erős tolakodó illatról van szó. Tényleg picit tartottam attól, hogy vajon mit fogok keverni magamnak, és teljesen jól bevált ez a hidratáló krém, puha lesz utána a bőröm, nem zsírosít, megfelelően hidratál, semmilyen irritációt nem okozott, szóval... Na, hát ügyes voltam, tényleg így megveregetem a saját vállamat, mert ez tényleg egy nagyon jó kis ilyen általános hidratáló arckrém lett. A következő termék az az arcradír, és ez egészen pontosan egy normális vegyesbőrre való arcradír, ami csipkebogyó kivonatot, propolisz kivonatot, virágnektárt és zab kivonatot tartalmaz. Ennek viszonylag sűrű állaga van, láthatjátok, hogy így nem is folyik ki ebből a tégelyből. Nagyon emlékeztet egyébként az állaga a The Body Shop afrikai Ximénia testradírra, bár nyilván az egy testradír, ez meg egy arcradír. Nagyon gazdag, viszonylag tömörnek mondható, és éppen ezért nagyon jól hidratálja is a bőrt radírozás közben, tehát amikor lemosom, nincsen utána egy ilyen húzódó, feszülő érzés, amit én nagyon-nagyon nem szeretek. A másik pedig az, hogy nagyon finom szemcsék vannak benne, azt hiszem egyébként talán cukros arcradír ez, de nagyon-nagyon apró benne a szemcsék, így nagyon finoman, gyengéden, de mégis hatékonyan radíroz, és szerencsére ez sem irritálta a bőrömet egyáltalán. Nekem az arcradírok az kicsit mindig ilyen, hát kényes pont, mert többet is kipróbáltam már, és a legtöbb sajnos túl durva az arcomnak, de ezzel semmilyen ilyen problémám nem volt, úgyhogy ez az arcradír is nagyon jó lett. És végül itt van a hajmaszk, ami azt hiszem a legnagyobb kedvencem lett a három termék közül. Ez egy száraz hajra való hajmaszk, amiben ilang-ilang illóolaj, sejem protein, búza placenta és virágnektár van. Az az igazság, hogy én mindig is tartottam az ilyen természetes hajápolóktól, mert amiket én próbáltam, azok nekem egyáltalán nem váltak be mindegyiktől ilyen spröd lett a hajam, és egyszerűen nem tudtam megszokni ezt az érzést, de ez egyszerűen zseniális lett. A szokásos samponommal használtam, amikor először ki akartam próbálni, akkor majdnem egy új samponnal együtt próbáltam ki, aztán rájöttem, hogy ez úgy nem lesz jó, mert akkor nem fogom tudni eldönteni, hogy most a sampontól lesz olyan a hajam, amilyen, vagy ettől a hajmasztól, úgyhogy maradtam a szokásos samponomnál, és úgy csináltam, hogy megmostam a hajamat, utána felvittem a hajam körülbelül alsó egyharmad részére, és rajta hagytam egy nagyjából 5-10 percig, majd leöblítettem, és egyszerűen annyira puha lett utána a hajam, annyira sejmes tapintású, és lágy, és egyszerűen csodákat művelt a hajammal. Nekem azért a hajam alsó része szárazabb szokott lenni, picit talán töredezik is. Sikerült olyan összetevőket beleválogatnom, amitől igazán puha, táplált, sejmes és fényes lett a hajam, úgyhogy ezt szeretem a legjobban a három termék közül. Azt hiszem mindent elmondtam, amit szerettem volna a Mix Nature weboldallal, illetve az általam összeállított három termékkel kapcsolatban. Hogyha ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy egy picit kísérletezgessetek és összeállítsatok saját magatok számára valamilyen bőrápoló vagy hajápoló terméket, akkor be fogok tenni ide, illetve a videó alatti leírásba egy kuponkódot, amivel 20% kedvezményt kaptok az első rendelésetekből a Mix Nature weboldalon. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!